Köszöntöm a nézőket, önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, január 10-én, szerdán este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Tarifa reforma a helyközi közlekedésben. Újra fogadják az ügyfeleket a sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatalban. Sikeres évet zárt a Zemplén Kalandpark. Az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifa reformja kerül bevezetésre a helyközi közlekedésben 2024. március 1-től. Jelentősen átalakítják a bérletek és a jegykedvezmények rendszerét. A vármegye és országbérleteken kívül megszűnik a többi bérlettípus, új napi kedvezményes egyet vezetnek be, mely 24 órán belül korlátlanul lesz felhasználható. A 14 év alattiak teljesen ingyenesen utazhatnak, mint ahogyan az eddigi 90%-os utazási kedvezményekben részesülők is. Zemplénben és a Bóiban is sokan veszik igénybe, akár napi rendszerességgel, a MÁV vagy a Volán menetrend szerinti járatait. 2024. március 1-től az elmúlt évtizedek legjelentősebb tarifa reformja kerül bevezetésre a helyközi közlekedésben. Ennek alapját a tavaly májusban bevezetett ország és vármegye bérletek tapasztalatai nyújtották. Bevezetett díjtermékek sikere azt mutatta, hogy igenis van igény és lehetőség is a tarifarendszer érdemi megváltoztatására, egyszerűsítésére, ahhoz, hogy a közösségi közlekedést mindenki számára elérhetővé tegyük. Mindennek megfelelően a jelenlegi bonyolult sokszor, hiszen 15 bérletkonstrukció helyett tavasztól mindössze 2 marad, egy vármegye és egy országbérlet, amíg sokszor bonyolultnak tűnő kedvezményrendszer tehát jelentésen leegyszeresülik. És ezek a következők, először is a 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezményéhez kiterjesztik a 14 év alattiakat is. Másodszor a 14 és 25 év közöttiek, ha nem vesznek például bérletet, akkor 50%-os kedvezménnyel utazhatnak. A korábban 12 alkalmas hétköznapi nyelven pecsételős lapnak nevezett utazási utalvánnyal rendelkező közszolgálatban dolgozók, mint pedagógusok vagy egészségügyi dolgozók, korlátlan alkalommal lesznek az 50%-os kedvezményre jogosultak, amennyiben regisztrálnak. 65 év alatti életkorú nyugdíjasok kedvezményesen vásárolhatnak vármegye és országbérletet, és az eddig 90%-os kedvezménnyel utazóknak például a fogyatékos, tartós betegeknek, a nagycsaládosok számára szintén ingyenes lesz a közlekedés a MÁV és a Volán járatai az egész országban, tehát itt Zemplénben is, Abaújban mindenütt. Tavasszal pedig újonnan kerül bevezetésre 2 egynapos korlátlan közlekedést garantáló jegy. Egyrészt a vármegye 24-et 900 forintért vásárolhatjuk meg, és a Magyarország 24-et pedig 4990 forintért lehet megvásárolni. Kívánok balesetmentes utazást minden zempléni és abói polgártársamnak. A vármegye 24 jegy a vármegye bérlet feltételei, a Magyarország 24 pedig az ország bérlettel megegyező feltételek szerint használható fel 24 órán belül. A mai napon, azaz január 10-én indult el újra az ügyfélfogadás a téli igazgatási szünetet követően a sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatalban. Az ügyintézők a már jól megszokott időpontokban, hétfőn és pénteken a délelőtti órákban, míg a szerdai napokon a délután folyamán várják az állampolgárokat. Ez alól kivétel az anyakönyvi osztály, melyet a hét minden napján lehet keresni születési és elhalálozási ügyekben. A viszonylag hosszú, december 22-től tartó igazgatási szünetet követően már a mai első ügyfélfogadási napon sokan keresték fel a sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatalt, hogy eljárjanak hivatalos ügyeikben. Az ügyfélfogadás január 10-ével a megszokott módon és időpontokban vette kezdetét a Városházán. Az igazgatási szünetet Sátoraljaújhely város önkormányzatának képviselőtestülete rendelte el a december végi, január eleji időszakra törvényi felhatalmazás alapján. Ezen a napon már délután, szerdán, január 10-én a szokásos ügyfélfogadási rendben fogadjuk az újhelyi állampolgárokat. Az ügyfélfogadási időpontok
tulajdonképpen a hagyományoknak megfelelően zajlanak, tehát ez azt jelenti, hogy hétfőn és pénteken 8-tól 12 óráig jöhetnek az ügyfelek az adott osztályok ügyfélfogadásaira, illetve szerdán pedig 13 órától 16 óra 30 percig. Azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az anyakönyvvezetői ügyintézés, a születési és halálozási ügyintézés kapcsán folyamatos, tehát a hétköznapjain, minden napon kollégák, kolléganők fogadják az ügyfeleket, valamint még az is fontos, hogy a honlapon, Sátorai Város honlapján, a Városháza aulájában és az Emplin Média Centrum felületén figyeljék az állampolgárok a hirdetményeket, hiszen ha az ügyfélfogadási időpontokban változás következik be, akkor ezeken a felületeken fogjuk ezt kommunikálni. Az állampolgárokat az ügyintézők az ügyfélfogadási időn belül bármikor fogadják, azonban a polgármesteri hivatal portáján időpontfoglalásra is lehetősége nyílik azoknak, akiknek munkája vagy egyéb jellegű elfoglaltsága nem teszi lehetővé a hosszabb várakozást. Természetesen időpontot is lehet foglalni a hivatali ügyintézés kapcsán. Leghatékonyabb módszer erre az, hogy az adott időpontot nyilván kigondolja az állampolgár, ezt a portán jelzi, a portás ezt megpróbálja olyan szinten átadni az osztályoknak, hogy mindenki az adott időpontban, amit ő, az ő szabad ideje megenged, részt tudjon venni ezeken az ügyfélfogadási időpontokon, de természetesen senkit nem küldünk el, ha olyan esemény történik valaki életében, hogy azonnali ügyintézést igényel, akkor mindenféleképpen megpróbálunk segíteni. Dr. Fazekas Márk aljegyző továbbá elmondta, hogy az igazgatási szünet alatt is bizonyos napokon tartott ügyeletet az anyakönyvi osztály az anyakönyvezési feladatok ellátása érdekében, illetve pénzügyi feladatok is voltak ebben az időszakban. Több mint 200 ezeren látogatták meg 2023-ban az Emplén Kalandparkot, így mondhatni, sikeres évet zárt a Magashegyi Turisztikai Központ. Már az előző év elején kihasználták a lehetőségeiket, hiszen a Mászófal Központ adott otthon több benti programnak is, ahol a kicsik és a nagyok együtt szórakozhattak. A tavaly éven is a Bobot használták a legtöbben, a látogatóknak több mint a fele száguldott lefelé a Magashegy oldalán. Bob, átcsúszó pálya, vagyis a sólyom, dongó. Ez csak néhány az élményelemekből, amelyeket a Zemplén Kalandparkban ki lehet próbálni. Nem csak a nyári időszak alatt, hanem a hidegebb időben is több látogató fordult meg a Magashegynél, hiszen az élményelemek mellett a Mászófal Központ is rendelkezésre áll, a sátoraljaújhelyi lakosoknak és a turistáknak egyaránt. Kőrösi Ádám, a Zemplén Kalandpark igazgatója, a 2023-as évvel kapcsolatban elmondta, hogy rekord látogatottság volt az elmúlt évekhez képest. Én azt gondolom, hogy egy rettentően jó évet zártunk, hiszen 238.594 látogatóval zártuk az évet, ami meglehetősen jó szám, hiszen én mindig a 2019-hez szoktam hasonlítani, mert ugye az elmúlt három, inkább négy év a Covid-ról szólt sajnos, és ott nyilván a számokban nem lehet kiindulni. A 2019-es év egy viszonylag tiszta év volt, és ahhoz képest azt mondom, hogy egy borzasztóan jó év volt. Itt számokban mérve, egyébként a Bobnál az összlátogató számunk, ami 2023-ban volt, azoknak több mint a fele bobozott. Tehát ez én azt gondolom, hogy ez az elmúlt négy évhez képest rekord is. És hát ugye az év elején kezdtük ugye a játszóházakkal, ugye a márciusi évszak játszóházzal, a tavaszváró játszóházakkal, amik egyébként nagyon jól sikerültek, tehát egyébként programokban is azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest nagyon sokat fejlődtünk. Akkor a tavaszi programok után a nyáron, bár esősen indult, mégis sikeresen rendezték meg például az éjszakai bobozásokat. Nyáron jöttek az éjszakai bobos eseményeink, amik egyébként minden éven nagyon népszerűek, és hát nyilván a Bobnak a látogatottságából is lehet mérni, hogy 125 ezeren voltak a Bobon, akik használták a 23-as évben a Bobot, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy a legnépszerűbb élményelőnk továbbra is a Bob volt. Ezt követte ugye a lebegő,
amely a kalandparknak úgymond az ütő ereként szolgál, hiszen lépegő nélkül ugye az összes többi állomást már nehézkes elérni. Úgyhogy az volt a második, amit nagyon sokan használtak. Ezt követte egyébként a kombinós kötélpálya, ugye, ami a Szárhegy és a Magashegyet köti össze, valamint majd azután az átcsúszó kötélpálya, és a kalandtúrapályák is ezután következtek, aminek szintén nagy volt a látogatottsága 2023-ban. Kőrösi Ádám hozzátette még, hogy az idei évben is megszervezik a más sikeres programjaikat, amelyekről majd bővebb információt a Zemplén Kalandpark közösségi oldalán olvashatnak az érdeklődők. Az extrém hideg miatt az úgynevezett vörös kód protokoll lép életbe, amelynek értelmében a szociális intézmények a rendelkezésre álló üres férőhelyek számától függetlenül nyitják meg kapuikat a rászorulók előtt. A Sátoraljai Újhelyi Gondviselés Házában 25 férőhely van, melyekből 20 jelenleg betöltött, de a kereten felül is fogadnak mindenkit, akinek szüksége van fedélre és ellátásra. Az intézmény működtető Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat folyamatosan várja a lakossági felajánlásokat is, legyen szó ruhaneműkről vagy tartós élelmiszerről, és fogadja az önkéntes segítőket is. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat egy országos karitatív szervezet. Több intézményt tart fenn, többek között tanodákat, hajléktalan szállókat működtetnek, gyűjtéseket szerveznek rászoruló családoknak. Sátoraljai Újhelyi Sárospatak területén meleg ételt is osztanak rendszeresen. A hirtelen lehűlés és a megérkezett mínusz fokok idején úgynevezett vörös kód protokoll lép életbe, amelynek értelmében a szociális intézmények a rendelkezésre álló üres férőhelyek számától függetlenül nyitják meg kapuikat a rászorulók előtt. A Sátoraljai Újhelyi Gondviselés Házában is többen töltik ilyenkor az éjszakákat. Az időszakos férőhelyünk 25 férőhelyes, jelenleg 20 fő tölti benne az éjszakáit az intézményben. Ez jóval nagyobb szám, mint a szokásos, hiszen 12-14 fővel szoktunk működni. Természetesen a 25 férőhelyünket is megtölthetjük, és azon felül is megpróbálunk biztosítani mindig helyet a rászoruló embereknek. A bent élőknek a 60-70%-a folyamatosan igénybe vesz az időszakos férőhelyet. Most a vörös kód idején kaptunk két embert, akiknek a házuk lakatatlanná vált vasárnap a szélvihar miatt. Sokan vannak, akik számára életmentőek is lehetnek a hasonló lehetőségek. Általában itt télére szoktam bejönni, meg olyankor, amikor nincs munka, mert nekem ott, ahol én vagyok, ott semmi nincs. Tehát se út, se víz, se villany, semmi. Munkahely is olyan, hogy közlekedési eszköz nincs, tehát nekem nincs jogosítványa. És az az egy, ami ott van ilyen fél kilométerre munkahely, ez a vízügy, oda tudok menni egyedül. Na most, amikor oda nem vesznek fel, akkor muszáj vagyok idejönni, mert akkor nincs fizetés, ennyi. De ez itt százszor tökéletesebb dolog, hát én Barkaszban vagyok. Tehát nem ház, hanem egy valamikor kis busz volt, és akkor ennyi. Tehát most fázni, annyira nem is fázok, itt az a lényeg, hogy ha nincs fizetés, akkor nincs kaja. Szerencse, hogy van ez. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat folyamatosan gyűjt adományokat is, melyek osztását az Élelmiszerbank program keretében kapott élelmiszerekkel együtt egész Zemplén területén végzik. Vörös kód idején mi is megfeszített munkát végzünk. Az utcás kollégáim többet vannak terepen, mint ami előírás. A vörös kód protokollt betartjuk, és igyekszünk mindenkire odafigyelni, senkit nem hagyni az utcán. Élelmiszerbankos gyűjtésünk november hónapban történt, adni öröm gyűjtésünk pedig decemberben történt. Ezeket a tartós élelmiszercsomagokat karácsony előtt kiosztottuk. Most jelenleg folyamatosan kapjuk a lakossági felajánlásokat. A gondviselés házába bármikor lehet adományokat vinni, ruhaneműket és tartós élelmiszereket egyaránt. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat nagy örömmel fogad önkénteseket is, akár egy-egy alkalomra, hiszen számukra már ez is nagy segítség, tette hozzá Aradi Albertné. Ezen felül a szervezetnél a kötelező 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésére is van lehetőség. A Sátoraljai Újhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület és az általa működtetett Sátoraljai Újhelyi Turinform Iroda szolgáltatásainak száma folyamatosan nő. Erre alapozva hozott létre egy új weboldalt, a lásdújhelyt.hu-t, a turisztikai szervezet. A honlap bemutatja, hogy milyen turisztikai kínálata rendelkezik a zempléni város. Naprakész információkkal, szolgálatprogramokról, szolgáltatásokról. Mindezen túl időpont is foglalható a weboldalon keresztül a turisztikai szervezet szolgáltatásaira, például a gumikerekes kisvonat által biztosított lehetőségekre, vagy a városnéző sétákra.
Az országos tendencia azt mutatja, hogy egyre kevesebb a személyes megkeresés, illetve információkérés a Turinform irodákban, a kirándulók a digitális világban egyre inkább a világhálón választják ki a felkeresni kívánt úticélt. Ebben a formában tájékozódnak az adott település látnivalóiról, program lehetőségeiről. A Sátoraljaújhelyi Turinform irodát működtető Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület erre a tendenciára reagált annak a weboldalnak a létrehozásával, mely bemutatja a várost, de ezen túl lehetőséget biztosít időpontot foglalni a turisztikai programokra is. Turisztika Egyesületnek és az általa működtetett Turinform irodának egyre több szolgáltatása van. A jól ismert városnéző kismonattal, futrinkával kezdtük meg ezeknek a sorát, aminek több funkciója van. Városnézőjátok, megrendelés, sokan rendelik meg a kiránduló csoportok, valamint ilyen egyórás városnéző idegenvezetéssel, digitális rögzített idegenvezetéssel ellátott városbemutató köröket szoktunk ezzel szervezni, és a rendezvényekre is jár ingajáratszerűen, de mellett körülbelül 2,5 éve bevezettük az idegenvezető szolgáltatást is egy meglévő képzésnek megfelelően, mert ugye is az a szolgáltatás, ez engedély köteles kell hozzá egy végzettség, és ennek elvégzésével immár erre is jogosultak vagyunk. Az idegenvezetői végzettségnek köszönhetően olyan szolgáltatásokat is biztosít a Turinform iroda, mint például városnéző séták, illetve reneszánsz séták lebonyolítása Sátoraljaújhelyben, vagy éppen egy vagy több napos kirándulások szervezése a városban és a környező településeken. Az Empléni város látványosságait, illetve ezeket a lehetőségeket hivatott bemutatni a körülbelül fél éve a turisztikai szervezet által elindított új weboldal. Egy városi civil projekt adott nekünk ötletet arra, megnézve a pályázati kiírást, hogy tulajdonképpen jó lenne egy olyan honlapot készítenünk, ami tipikusan erre fókuszál, leginkább, hogy milyen szolgáltatásai vannak az Egyesület munkaszervezetének, és így kerültek föl rá a városnéző gumikerekes kisvonat szolgáltatásai, az idegenvezetés, túravezetés, osztálykirándulások szervezés és magának a Turinform irodának a szolgáltatásai. Mégis miben tudunk segíteni egy turista csoportnak, ha ő elakad, vagy nincs elég információja, akkor bátran fordulhat hozzánk. A honlap ezt tartalmazza, egy nagyon jó kis modern, naprakész, fiatalos dizájnnak a segítségével. A lásdújhegy.hu az elmúlt év tavaszától működik, de még csak most van felfutó időszakban. A szolgáltatásaival kapcsolatos igazi áttörést a 2024-es esztendőtől várja a turisztikai szervezet. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Tarifa reform a helyközi közlekedésben. Újra fogadják az ügyfeleket a Sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatalban. Sikeres évet zárt az Emplén Kaland Park. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 19 órakor várjuk majd Önöket. A viszontlátásra!